Helyes. Nagyszerű. Tökéletes. Élvezem a hétfő reggeli pánik illatát. Valami viszont hiányzik. Megvan? Ez az. Délelőtt 10 óra 28 perc. Öregem, ne mosolyogj! Érzem, hogy a szeme lyukat éget a tarkomba! Nem tehetek róla! Az arcom azt mondja, állj! De a szívem állandóan mosolyra ösztökél! Úgy éljek! Hogy mersz kornikálni az órámon? Bocsánat, de ma reggel óta! Mit a különös érzés szállna a légben? No csak, miért ad belétek? Ha hiba a boldogság, akkor tudd meg, hogy nem akarok jó úton járni, baby! Hogy lehettek ilyen jókedvűek hétfő délelőtt egy röbb dolgozat kellős közepén? Én sem értem, tanárnő. Csak azt tudom, hogy bol... Bocsásson meg, de mit mondott? Vegye tudomásul, hogy én vagyok az iskola vezetője. Most az egyszer szemet hunyok fölötte. Vagy inkább csak... Na hát, tanárnő, miben segíthetek? Járványos betegség terjed az iskolába. Tessék, mire célosz? Járványként terjed a boldogság. Rendben. Nem arra célzok, hogy őrültség, amit az imént mondott, inkább úgy hangzik, mint egy... Most, hogy kimondtam, tényleg kicsi őrülten hangzik. Majd egy bebizonyítom! Várjon! Ne játssza le a kazettát, és ne tegye fel az internetre! Életeket lehet vele tönkretenni! Délelőtt 11 óra 6 perc. Jim Bill a doktor naplója. Az alanyok állapota egyre rosszabb. A kór eltorzította az arcukat. Iszonyatos krimaszt öltöttek. Nincs a gyerekeknek semmi bajuk, azért mosolyognak, mert boldogok. És szólok, hogy maga nem doktor. A boldogság maga a kór, és csak szólok, hogy... Jól van, hagyd abba a mosolygást. Rendben. Itt a bizonyíték. Erősebben. Rendben. Aha, tudom már. Tessék. Látja, itt a bizonyíték, hogy a gyerekek betegek. Tudományos tény. Ez sok minden volt, aminek osa vége. Látványos, sőt bolondos, bajos, sőt talán boszorkányos is. De semmiképp sem tudományos. Szerintem iszonyatosan jó volt. 15 óra 33 perc. Az alanyok állapota egyre rosszabb, azonban még mindig nem hisz nekem senki. Mert maga kissé félnódás. Pilla professzor kilép az adásból. Maga nem is professzor. Nézze a szemüket. Egészen furcsa. Talán azért, mert már fél órája lámpával világít a szemükbe. Tessék, tényleg? Hány óra van? 16 óra 6 perc. Nem. Nem csak a fény miatt. Nézze meg az arcukat. Ha-hú! Ha-hó! Van ott valaki? Ha-hó! Látja, amit én látok? A majmocska azt mondja, kér egy csókot! Ne! Fogjátok abba! Ne bizalmaskodjunk! Elég volt! Fejezzétek be! Ne! Vissza! Ne! Vissza! Most meg mit csinál? Ez csak víz! De az nem víz! Köhögés elleni szirup, és nem bánhat így a diákokkal! 16 óra 36 perc. Kénytelen voltam karanténba zárni az alanyokat. Az állapotuk egyre romlik. Hamarosan bizonyítékot szerzek a fertőzésre. Megoldottam a dolgot az egészségügyisekkel. Jim Pilla kutatásvezető kilép az adásból. Kutatásvezető? Inkább hibbantságvezető. Nem hagyom, hogy gyerekeket kínozzon azért, mert boldogok. Hívom az igazgatót. Jó! Akkor maga nélkül folytatom a kísérleteimet. Nincs képesítése ahhoz, hogy kísérleteket folytasson. És elég ronda így is, nem kell grimacolnia. Hogyan láthatta ezt meg? Jó szagú. Ég.